magas katonának, téged teszlek kapitánynak, már esztendőre van világ, éljen a magyar szabadság. A Fusz János Zeneiskola énekkara adott emlékműsort a Tolnai Szent István Parkban a 13 aradi vértanú kivégzésének 174. évfordulója alkalmából. A diákok felidézték a magyar honvédek reménytelen, de hősies küzdelmét a jól fegyverzett és jelentős túlerőben lévő császári csapatok ellen. Ezt követően Appelszofer Ágnes polgármester mondta el gondolatait. A haza függetlensége 1867-ben a kiegyezéssel, a korlátokkal is, de megvalósult. Újra lett felelős magyar kormány, az ország megindult a felemelkedés és a gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak, ők a történelmi győztesek. Október 6-a a magyar történelem gyásznapjai közt az egyik legismertebb. Bonyhádon a helyi diákok közreműködésével minden évben fáklyás futással vonulnak az emlékezők a Kálvária dombra, majd szintén tanulók adtak műsort. Lelkünk látta csak. Hisz onnan jönnek mind a sugarak. Hisz onnan árad új világ felett szent háromságunk, mely jövőt teremt. A megemlékezésen beszédet mondott Farkas István Gergő régész muzeológus, a Völgységi Múzeum igazgatója. Kiemelte Perczelmor jelentőségét is, aki a Völgységi Város szülötte. Nem mehetünk el azonban szó nélkül a bonyhádi születési Perczelmor honvédtábornok mellett, aki Tolna vármegye küldötteként a reformmozgalom radikális szárnyát erősítette az 1847-es pozsonyi országgyűlésen, majd számos csatában hadvezérként küzdött a magyar önrendelkezésért. A magyar szabadságharc legtöbb csatát vállalt, és legtöbb csatát megnyert hadvezére, 1849 tavaszán három sikertelen ostrom után végül Perczelmor vezénylete alatt foglalták el a magyar nemzetőrök a szerbek megerősített táborát Szent Tamásnál. Dombováron az I. és Gyula gimnázium tanulói idézték fel a 174 évvel ezelőtt történteket, majd Szenyéri Zoltán, az intézmény igazgatója mondott beszédet. Ő úgy fogalmazott, hogy október 6-a az egyik legmagasztosabb nemzeti érzést erősítő emléknap. Damjanich János életrajza és hősi tettei köré igyekeztem a mondani valómat felépíteni. De nem csak ő, hanem mind a 12-en, illetve az a sok-sok egyéb hős is megérdemli, hogy ma fejet hajtsunk előttük, akik valóban elmenekülhettek volna, ahogy fogalmaztam, de mindannyian vállalták az ítéletet, akkor is, hogyha tudták, hogy az halálos ítélet lesz. Az esemény lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket.